Én dühös vagyok. Én dühös vagyok azért, mert az ördög tud még mindig munkálkodni ezen a földön. És azért tud munkálkodni, mert mi megengedjük neki. És azért vagyok dühös, mert megengedjük neki. Több mint 100 évvel ezelőtt a keresztények kivonultak arról a területről, mondjuk, hogy gyógynövények, stb. És ma már a természetgyógyászatot az okkultizmus birtokolja, és az működteti. A keresztényeknek elmondták, hogy a szegénység az egy kegyes dolog Isten előtt. A keresztények kivonultak a bizniszből, és az üzleti világot a világiak uralják. A keresztények elmondták, hogy a sport az valami ördögtől való dolog, és a sportot világiak uralják. De mikor lesz az, amikor azt mondod, hogy eddig és ne tovább? Eddig és ne tovább. És kell, hogy eljön az idő, amikor egyszer csak azt érzed belül, hogy ördög, eddig és ne tovább. Hogy eddig és ne tovább. Vége van. Mert nem fogok futni. Izrael népe futott az ellenség elől. Futottak. És tudod, Samma is futott először. Mert különben nem írná az ige, hogy ő megállt. Először ő is futott a földön. A seregek ura, a mi Istenünk. Hova szaladok? Kell, hogy eljön az a pont az életedbe, a saját életeddel kapcsolatba, a családoddal kapcsolatba, a városoddal kapcsolatba, az országoddal kapcsolatba, hogy azt mondod, nem futok tovább, hanem megállok, és szembefordulok az ellenséggel. Miért? Mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Nagyobb az, aki benned van, és aki rajtad keresztül tud munkálkodni, mint aki ebben a világban akar munkálkodni. Amen? És el kell, hogy jussunk odáig, hogy eddig és ne tovább. Eddig az ördög tudott rabolni azzal, ami az elmúlt hónapokban zajlik. De eddig és ne tovább. Eddig és ne tovább. Vannak dolgok, amiket nem szabad hagynunk, hogy ez természetessé váljon az életünkbe. Vannak dolgok, amikről azt akarja az ördög, hogy természetesek legyenek az életünkbe. És vannak dolgok, amiket nem szabad hagynunk, hogy természetes legyen az életünkbe. És vannak dolgok, amire azt kell mondani, hogy nem. Ezt nem fogom megengedni. Ez nem Istentől való dolog. Ez nem Istennek az akarata. Ezt nem fogom hagyni, mert ez nem Istentől van. És Isten föl nevel egy olyan egyházat, egy olyan sereget, amelyik tud győzedelmeskedni. Amen? Amelyik tudja érzékelni Istennek a vezetését, az Úrnak a szavát abba, hogy mi az, amiben meg kell állni. Mi az, amiben oda kell állnunk. Mi az, amikor szembe kell fordulnunk, és azt kell mondani, hogy elég volt. Amen?